A Honvéd utcában korábban is működött egy népszerű bölcsöde, az épület állaga azonban leromlott, majd megszűnt az üzemeltetése. Nyíregyháza önkormányzata sikeresen pályázott az intézmény felújítására, amelyet a tervek szerint még idén be fognak fejezni. Egy szép nagy udvarral, parkkal rendelkező bölcsödéről van szó, hatalmas fákkal, ideális a bölcsöde működtetésére, és amikor jött egy lehetőség arra, hogy ezt az épületet felújítsuk, Felhasználva régi épületelemeket, de gyakorlatilag egy teljesen új épületet építettünk minden szempontból, akkor kihasználtuk ezt a lehetőséget, hiszen a Honvéd utca fekvése a körút mellett a kórháztól karnyújtásnyira egy főközlekedési, két főközlekedési folyosóhoz közel. A tervek szerint három csoportszobával fog működni, vagyis a felújított intézmény 36 gyermek fogadására lesz alkalmas. Ennek a váltó befejezése október-november, Természetesen ezután következnek a műszaki átállás átvétel folyamatai, közben folyik a, a bútorbeszélés, az eszközök beszerzése, a játékok beszerzése, ahhoz, hogy 2024 első ez a bölcsőde elindulhasson. Az alpolgármester úgy véli, a bölcsődei szolgáltatások jelenleg elégségesek a városban, de fel kell készülni arra, hogy a közeljövőben ez a kapacitás szűkössé válhat. És fontos, hogy ne akkor kezdjenek el gondolkodni a megoldáson. házán az önkormányzati fenntartásban működő bölcsődék ki tudták elégíteni eddig azt az igényt, ami a szülők részéről keletkezett. Igen, ám csak itt van egy nagyon fontos szempont. Az önkormányzat kötelező feladata a bölcsőre fenntartása. Az összes többi fenntartónk nem kötelező. Tehát ennek arra is figyelemmel kellene a kapacitás tervezésénél, láttunk már ilyet akár szociális ellátás esetén is, amikor egy szolgáltató vagy egy fenntartó befejezte a működését. Nem mondom, hogy itt ez egy reális veszély, de nekünk így kell gondolni, hogy nekünk kötelező, a többieknek szabadon választott. Hozzátette, a városvezetés azzal a várakozással tekint a jövőbe, hogy a Vármegye székhelyen megkezdett munkaerőfejlesztések miatt többek számára jelent majd segítséget a bölcsödei férőhelyek bővülése, mivel így a kisgyermeket nevelő szülők mi hamarabb visszatérhetnek a munkaerőpiacra.